Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy tempel orákel. Természetesen az nagyon fontos, hogy legyen meg a hitünk. A hitünk a jó Istenben. Itt nem csak vallási témákról van szó, hanem az is fontos, hogy higgyünk saját magunkban. És ez a tempel orákel arról számol be, hogy van egy belső tempel, és ha meditálunk, akkor ide belépünk ebbe a tempelbe. És mi történik egy ilyen meditáció alkalmával? Megvannak az elképzelések, megvannak a remények, és megvannak az álmok, de ehhez kell a hit. Ha hiszünk ebben, akkor ez az álom megvalósulhat. Ha nem hiszünk ebben, akkor nem lesz belőle semmi. De nem csak a saját elképzeléseinkben kell hinni, hanem a jó Istenben is. Hiszen annyira fontos, hogy meglegyen ez a kapcsolat az égi hatalommal. Hogy mi az elképzelésed, és az, hogy megvalósul-e, azt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Itt látható, hogy van egy elképzelés, hiszen valami lelkesít téged. Itt lesz egy új irány, lesznek változások. Ez a fiatal férfi itt a képen jelentheti a te lelki társadat is, hogy ő lelkesít téged, vagy közeledik hozzád. Ugyan kis lépésekkel, de mégis van itt változás és mozgás. Itt látható ez az arany érem, és ha te egy hölgy vagy, akkor ez a királynő téged szimbolizál. Vedd kezedbe ezt az érmét, figyelj oda rá. Ezek az anyagiak, hogy javuljon valami az anyagi helyzeteden. Persze utalhat munkára is. És mivel itt van egy új irány, és lelkesít téged valami, ez lehet egy munkahelyi változás is. De itt, amit ez az érem még jelent, hogy te vagy értékes. És az, amit te elképzelsz, az megvalósulhat, hiszen ez az érem jelenti a föld elemét, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Itt ez a fő pap jelenti azt, legyen meg a hited. Hited a jó Istenben, de hited abban is, hogy ez a terv megvalósul. Amit a fő pap itt még jelenthet, egy spirituális terület, és ez lehet nálad most egy munkahelyi változás. Itt te irányítod ezt a hintót. Ez abba az irányba fog mozogni, ahogy te ezt elképzeled, ahogy te ezt irányítod. Ha nincsenek félelmek, akkor előre mennek a dolgok. Ha bizonytalan vagy, vagy vannak félelmek, akkor az fékezi az eseményeket. Ez a kártya jelenthet változásokat, utazásokat, vagy külföldi kapcsolatokat is. Ami viszont a középpontban áll, ez a szerelmes pár. És itt a kelyhek jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. És a kettes szám azt jelenti, hogy te és ő egy párkapcsolat. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a kép utalhat egy szerződésre is. Itt lesz nálad egy új kezdet, ami
az otthonodat illeti, a környezetedet illeti, a családot illeti, és itt a kelyhek utalnak az érzelmekre, itt lesz mozgás, lesznek kapcsolatok, változások, indul egy új kezdet. Itt látható, hogy szerencse van a szerelmi élet területén, nem kell hozzá sok mindent tenned, hiszen látható itt ez a férfi, aki odafigyel rád, közeledik hozzád, és átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, az azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit. És látható itt is a mozgás, elhagytok egy partot, lesz egy új irány, ami itt is látható. Akkor is, ha még nem tudjátok azt, hogy hova érkeztek, de ez az irány, ez a változás, ez fontos és jó számodra. Ami még fontos, azt mutatja itt ez a királynő, legyen meg ez a büszke királynői tartásod, és uralkodj a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeidet, a bizalmat, a hitet, a szeretetet, de ez a kártya még valamit jelenthet számodra, mégpedig egy kreatív tevékenységre, egy spirituális területre, munkahelyi változásokra is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!